Újvidéki Critical Mass mozgalom kerékpárosai minden hónap utolsó péntekén 17 órától gyülekeznek a Limáni Parkban, és onnan indulnak városi körútjukra. Ez alkalommal a város főbutcáin is végigvonultak. Mi készíteti a polgárokat arra, hogy részt vegyenek egy ilyen megmozduláson? A közlekedésben résztvevőknek tudatosodjon az, hogy nem csak autósok vannak, hanem vannak itt biciklisták is, és ránk is figyelmet kell szentelni. Egészséges élet, meg egy kis edzés ránk fér mindannyiunkra. Nem vagyok újvidéki, de szinte minden hónapban, amikor tehetem, akkor eljövök Becséről. Elsősorban barátkozni, itt az alkalom, hogy lássam a barátaimat, akik újvidékiek, és én is úgy gondolom, hogy ha máskor nem biciklizik az ember, akkor legalább havonta egyszer néhány kilométert lebicajozik, akkor az azért jelent valamit. A Critical Mass mozgalom már 20 éve szervezi rendezvényeit a világ mintegy 400 városában. Szerbiában az újvidéki kritikus tömeg tartja a számbeli rekordot 800 kerékpározóval, míg világszinten Budapest 100 000-rel. A kritikus tömegnek elsősorban népszerűsítő jellege van, tehát azon dolgozunk, hogy minél több ember Újvidéken biciklizzen. A kerékpár felvonulás az Újtelepen ért véget, ahol a kritikus tömeg támogatói a résztvevőket gyümölcsel, kaláccsal és üdítőkkel vendégelték meg.